hogy jó lesz. Azt hiszi, nagyon jó lesz, csak megyünk, hanging out, just have fun. Mindenki jó lesz, mindenki valóban cool. Mindenki cool, okay? Mindenki cool. Thank you. Köszönöm. Utazik velünk, majd elmondja, hogy miért, és honnan, és hová. Enci lénye. Édes Isten, majd hazamegyünk hozzám, jössz egy hónapra, nyári születet szokszak. Életei! Kell valakinek még valaki? Jó, dobjam neked, gyere ide, aranyom! Jaj, de szeretlek titeket! Anyád helyett anyád leszek neked! Édes gyönyörű, de szépek vagytok! Ti minek vagytok? Minek gyűjtték? Azért gyűjtték, hogy világot lássak szépségem! Azért gyűjtték! Istenem! Olyan jó veletek lenni, drága! Hát tudjátok, otthon a faluba, hát nagyjából bementem én a legközelebbi nagyvárosba, sokszor nem, mert hát otthon volt dolog elég, aztán ide leülünk mellé tavaly. Jó van, na, dolog volt, azt a gyerekektől kaptam ezt az utat. Hát izgalmas, de mindig gondolok a tehenekre. Mert azért végig, mit tudom én, esznek, íztam, mit csinálnak. Nagyon érdekes nálunk, mert ó, mindenkinek adok. Mindenkinek a faluba. Ott van a kapanyér a kocsmába. Kapanyérnek hívják a... Izét a Zsiga bácsinak a fia, Zsiga bácsi meghalt már, vagy 20 éve a fia, meg azért kapanyér, mert mindig, amikor beszél a meghelyet, mindig azt mondja a kapanyér. Mindig azt mondta az apja, hogy ne káromkodjon, azt itt vagyunk. Úgy elmondom az egész életemet, vacsora közben. Reggelig mondom az életemet. Olyan vannak a faluról, most nem küldök el, most elkezdem. Most jön el, meg nagy baj lesz itt, azt nem nézed meg a romokat, sose. Megyek, hozom még egy kis sütit, folytatom mindjárt, jó? Nem is tudom valahogy, nem is lejük ki, hogy hívjál. Akkor én is lejövök ide, tessék. Ez kell. Tényleg nem, tényleg annyira az egész, tényleg. Minek vagyok tényleg itt, meg minek? De tényleg minek élek, de most tényleg, most minek jöttem, most mit nézem, most miért nézem? Igen, nem tudom, hogy értelme az életnek, tudod, amikor nem akarok most tényleg olyan nevettetek, de mi a jóistenem nevettek most tényleg, az egész élet úgy szar, ahogy van, most tényleg, hogy kirúgtak, mert én most azt mondják, hogy én nem vagyok elég jó, meg azt mondják, hogy nem vagyok jó társaság, de miért nem vagyok jó társaság? Most én is az erre dögsz. Annyira utálom az ilyet, és tényleg megpróbálom, mindig annyira megpróbálom feldobni, meg happy lenni, de az egésznek tényleg nincs értelme. Egyszerűbb, ha én arra gondoltam, hogy a busz elé vettem magam. Arra gondoltam, hogy
valahogy amikor megáll a busz, akkor amikor megállunk a benzinkútnál, akkor valahogy elé fekszem, mert tényleg ennyit ér az egész. Tehát én nem látom, hogy ez valaha többet érne, úgy ahogy van az egész. Nem akartalak lelombozni titeket, mert látom, hogy jó kedvetek van, de minek van, akkor az egész utca, ahogy van, és nem ér tényleg semmit. És még csinálok 3 másodpercet. Ki akarsz nyírni? Csak azért teszem, hogy nagy íróink, költőink, festőink, művészeink sírhelyét meglátogathassam. De elmondok egy imát, elmondok egy verset. Nagyon sok fiatal van köztünk. Ha gondoljátok, csatlakozhattok hozzám. Ti még nem tudjátok és nem ismeritek azt, hogy az a gyökér, amiből ti táplálkoztok, milyen erős. Nem tudhatjátok azt, hogy az házasság szent köteléke mire való. Ti felhőtlenül élvezitek az életet, nem élvezni kell. Teremteni kell. Gyermeket teremteni kell, és ez a gyermek beszéljen. Tiszta, gyönyörű magyar nyelve. Mi a neved? Nem magyar. Szüleiddel beszélj szívem. Már is keresztelkedhetsz. Nagyon fontos lenne. Mindannyian gondolkozzatok el, mert a neved nem az Isten adta a szüleitek atyának. És az legyen tisztességes magyar nép, ha már magyarok. És van itt egy Mr. Áron Hegyi. Kinek az asszisztensét hívod? Igen? Jó, szadjátok el. 11%? 13. Egy perc, bocsánat. 12. Jó, akkor ezt megbeszéltük. Le kell tegyem most valóban megint. Jó, oké, hívja a jelentkező, be vagy kapcsolva már, akkor hívja. Oké, köszönöm, szevasz. Jó napot, elnézést. Csak biznisz sosem áll meg. Áronhegyi Áron vagyok. Jó napot. Ennyi a package. Hát semmi, mert ezt ott megvesszük. Ti mivel jártok? Milyen kártyátok már egyébként? Mondom, egy kártya, nem? Vagy cash? Ti mi használtok? Mit csinálok? Magyar. Én érthető, kezdtem én is. Először pedig magyar kártyával járok, már nem a papír, hanem a nyilván
sok mindent magyar kártya, akkor a magyar pakli. Nekem gyerekkorom óta, amikor azt mondtam, hogy anya, kérek kártyát, akkor adtam kettő ilyen gold Visa kártyát. Tehát nekem mindjárt a bankkártya jutott róla eszembe. Nem kérdeztétek, de elmondom, hogy nagyon komoly ingatlan befektetésekkel foglalkozom. Most egyébként nem mondjátok el a hölgynek, azon gondolkozom, hogy ezt a buszt, amivel utazom, ezt esetleg befektessek el rá. Van már három, csak azok különböző módon vannak belülről kifejlesztve, ki vannak kölcsön ide-oda adva. Gondolkozom, hogy egy ilyenbe lakni, vagy hogy mit lehetne csinálni, egy üvegtigris-szerű, tudjátok, hogy filmet csinálni, de olyan kagyó. Amerika, tehát magyar amerikai, tehát Izrael, tehát ahol van a pénz. Ha bárkinek kell segítség, nyugodtan szóljatok, már pénzbeli, nem fogok adni. Ha profik vagytok, akkor megkeresed saját magad. Okay, tehát önfejlesztés, kutatás, egyről a kettőre, tervezés, célok felírása, megvalósítás. Tehát a kisember meghal. Tudod? Tehát aki kicsi, aki gyenge, aki spiri, vallásos, ez vége, ez nulla. Pénz van gyerekek, racionalitás van, gondolkodás van, globalizáció van, nemzetköziség van, kultúra van. Nagyon aranyosak vagytok, hogy eljöttek nézni, hogy jaj, nézzük Görögországot, és akkor jaj, mennyit fizettetek, 150 ezer forintot, és spóroltatok, mint 4 évig. Aranyos. De innen indultam én is. Tehát, hogy egy idő után jó lesz. Három könyvet írtam, mind a háromból hoztam. Tehát, hogyha akartok, akkor én itt eladok nektek. Illetve én magánórákat is tartok. Tehát, ha gondoljátok, akkor ilyen pénzügyi befektetési tanácsokat szívesen tartok nektek. És tegezhettek, de csak ti, és csst, mert ezt mások nem tudják. Egyet, mert az idő drága, nem húzzuk az időt, intézzük a dolgokat, pörögjön a biznisz, Isten áldjon, mindenki, találkozunk a buszon, illetve ti, én mögöttetek fogok jönni ezzel a kék Maseratival. Megismerkedtünk itt egy kis felhozatallal az embereink közül, és most különböző élethelyzetek lesznek. Például előfordul, hogy ugye megáll a csoport, és sorba kell állni a toalett előtt. Olyan is van, hogy csak egy darab fülke van, és ott egy darab ember fér be. Hát itt toporog majd kettő az utasársak közül. Kettő, ez csak úgy, mint az életben, ti fogjátok kisorsolni. Okosan! Nem zaklatom az első sorban őket, mondjuk egy fiú. És egy lányt. Valaki? Az Enikő fog találkozni a legutolsó Áronhegyi Áronnal. Mind a kettőnek nagyon kell, mert nincs az a nagy ember, akinek nincs szüksége rég, aki is dolgozni. És én mi vagyok? Enikő. Enikő? Ilyenkor muszájam szíveiszeknek puskázni azt a pártamas instrukciót, ugye? Amit én leírtam, meg amit előttem egybeszéltünk arról, hogy mégis kicsoda is a Vici előtt topor mellett, a Vici. Le tudsz húzni kártyáról? Mennyi? A jobb a férfi oldalon a kökkel, mert a férfi oldalon azt lökte meg. Na, jó, azt hittem, hogy tegezel. Jó, oké, lögtem meg, igen. Jó, fizessek, mennyi? Előre behúgyozok, oké? Nem, én következem, zsetonnal kell fizetni. Zsetont azt ott kell
annál a pultnál kérni. Én időben kértem zsetont. De honnan jöttél? Romániából? Figyelj, semmi gond. Figyelj, egy picit arrébb tudsz állni, mert nagyon kell ugyanazni. Most egy akadály. Te egy akadály vagy az életemben. Vidd el. Te vagy az akadály, ahogy beszélsz, amilyen pökhendi vagy, amilyen nagyképű vagy, akkor sem foglak beengedni téged, ha végeztem. Nem a vécéből. Végig fogom így nézni, hogy becsapom. Teszed, ahova akarod. Irigység, mi? Megint a pénzre az irigy. Megint a pénzre. Mi kéne neked? Nő, férfi kéne neked? Mi kéne neked? Gyere már ki onnan, légy szíve! És aki jön... Alul bedugom a kártyámat, figyelj! Bedugod, eltöröm. Lálépek, eltöröm. Vedd ki a kezed, mert azt is eltöröm. Eltörünk, van még 15, hát akkor törd el. 15 kezed van? Gyere már ki on... Nem fog kijönni. Nagyon megpróbálok kulturáltan beszélni veled. Életemben nem beszéltem még egy ilyen emberrel ilyen hosszan, mint te. Ez egy nagyon érdekes. Görögország, tudtam, hogy valami ilyesmi. Szia, Kati, figyelj! Azt hiszem, hogy már beszélj picit majd csak. Itt van mellette. Nagyon furcsa nő. Nem lesz jó megfejtés ez a Görögország, mert tele van a Balkán, tehát Románia, a Balkán. És nézd már rá erre a nőre! Rendben van, holnap lesz a napja! Eljön a végítélet napja!